A nyári időszakban a kullancsok által fertőzött magasabb aljnövényzetű területeken, például erdőkben, mezőkön megszaporodhat a csípések száma. A parazitákat házilag könnyedén eltávolíthatjuk magunkról. A kullancsok többfajta fertőző betegséget is terjeszthetnek. Az élősködők által terjesztett betegségekkel szemben a leghatékonyabban védőoltással védekezhetünk, tudtuk meg dr. Tóth Józseftől, a Mezőkövesdi Rendelőintézet orvosigazgatójától. A kullancs által terjesztett agyvelő agyhártya gyulladáson, ez egy vírusos gyulladás, erre gyógyszer nincsen, erre megfelelő védőoltás van, amit a házi orvostól, ha kérnek, akkor ő be is adja ezt. A másik, ami nagyon fontos betegség, a Lyme-kór, ezt viszont lehet gyógyítani. És ami nagyon fontos, itt is mindig a megelőzés a legjobb. Dr. Tóth József kiemelte, a kullancs csípéseket megelőzhetjük például a megfelelő ruházattal is. Ha magasabb aljnövényzetű területeken, például erdőben, réteken járunk, vegyünk fel magasabb zoknit, zárcipőt és lehetőleg hosszú nadrágot. A hiedelmekkel ellentétben a kullancs az nem felülről esik ránk, hanem az aljnövényzetből mászik föl. Ez a nagyon fontos. Lehet használni különböző kullancsriasztókat, már nagyon hatásosak vannak a különböző üzletekben. Ha valaki ennek ellenére kullancsot talál, nem kell megijedni, az élősködőket házilag is könnyen és gyorsan el lehet távolítani. Ehhez gyógyászati segédeszközboltban vagy patikákban lehet különböző eszközöket vásárolni. Van egy egyszerű, nagyon jó eszköz, egy kis lapocska, amivel állatból, emberből ki lehet szedni ezt a kullancsot. A lényeg az, hogy amikor járunk ilyen helyen, ahol feltételezhető, hogy kullanccsal fertőzött is, tehát meg tud minket csípni, akkor át kell nézni magunkat, lehetőleg egyik a másik ember hátul nem fogjuk látni, alaposan a hajlatokba, honaljárokba, esetleg fejbőrön meg kell nézni, és ha talán a kullancsot, akkor 24 órán belül ugye el kell távolítani. Erre szolgál egy kis lapocska, V-alakú lapocska. A kullancsnak a feje az mindig bent van a bőrbe, beteszem ezt a kis lapocskát, és egyszerű mozdulattal kiemelem a kullancsot. A közhiedelemmel ellentétben nem történik semmi baj abban az esetben sem, ha beszakad a kullancs feje, ugyanis a fertőző anyagok a testében találhatóak, tehát azok nem juthatnak be a szervezetünkbe. Nem szabad például olyanokat csinálni, hogy bekenni olajjal, ugyanis ilyenkor a kullancs elkezd fulladozni, a fulladozás miatt elkezd öklendezni, és belőklendezi a fertőző bértartalmat a vérpályánkban, tehát megfertőzi az embert. Tehát az a legjobb, hogy egyszerűen eltávolítjuk a kullancsot, és ehhez nem kell szaksegítség, nem kell orvos, nem kell sebész, teljesen felesleges. Egyrészt azért, mert úgyis sorba kell állnunk egy ilyen kis dolog miatt, másrészt ugyanúgy otthon ügyesen meg lehet oldani. Abban az esetben viszont, ha valaki a csípés helyén bőrrel változást tapasztal, forduljon orvoshoz.